Sziasztok, Császás Szabolcs vagyok, és igen, egy újabb ilyen fényképezőgépet vegyél X forintból videó következik, mégpedig az 500 ezer forintos kategória, amit már sokan kérdeztetek, ezért gondoltam itt az ideje csinálni egy ilyen videót is. Az előző videókhoz hasonlóan új gépek árait nézzük, és a rengeteg szuper gépből csak párat említek meg, amik szerintem a legérdekesebbek. Szóval vágjunk is bele, és pár márkából vegyünk végig egy-két gépet, amit 500 ezer forintból megvehetsz 2020-ban. Kezdjük a Canonnal, ahol ott van az EOS RP, vagy az EOS 90D, ugye mindkét gép elég friss kiadás. Az RP egy 26 megapixeles full frame-es tükör nélküli milc fényképezőgép, míg a 90D egy 33 megapixeles APS-C szenzorméretű DSLR fényképezőgép. Az RP milc jellegéből kifolyólag hihetetlen 4779 autofókuszponttal rendelkezik, míg a 90D összesen 45 ponttal. Szerintem a legfontosabb különbség az aksi időben és a sorozat felvételben jelenik meg, a 90D-vel 1300 képet tudunk készíteni, míg az RP-vel összesen 250 képet. Természetesen ez az elektronikus keresőnek köszönhető, ami brutálisan eszi az aksit. Sorozat felvételben 11 kép per másodpercet tud a 90D, és összesen 5 kép per másodpercet tud az RP. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert a 90D az egy DSLR, és az RP az pedig egy milc, és jól tudjuk, hogy általában a milcek tudnak jobbat sorozatfelvételben, de ebből látszik, hogy a DSLR-ek technológiája is mennyivel változik. Mindkét kamerának baromi jó az autofókusz, ugye a Dual Pixel AF-nek köszönhetően, viszont az RP-ben ezt csak Full HD-ban tudjuk használni, 4K-ban ez nem működik sajnos, ellentétben a 90D-vel. A nagyobb szenzor inkább a fotósoknak kedvez, hogy sötétben is zajmentes képeket készítsenek, és jól el tudják mosni a hátteret, mondjuk egy portréfotózásnál, a 4K és a Super Autofókusz pedig inkább a videósoknak és a hibrid felhasználásra szándékozóknak kedvez. Szóval az RP-t azoknak ajánlom, akik inkább fotózni szeretnének csak, és a videózás nem olyan lényeges, habár ezzel is szuperül lehet videózni, és a 90D-t azoknak ajánlom, akik inkább videózni szeretnének, és emellett gyönyörű szép minőségű képeket is akarnak készíteni. A következő gép, ami szerintem árértékarányban a legjobb vásárlás 500 ezer forint környékén, az nem más, mint a Fujifilm X-T3-as. 26 megapixeles APS-C szenzorú milc gépről beszélünk, ami talán az egyik legjobb fényképezőgép hibrid felhasználásra. Fotózásban kiemelkedő tulajdonságai vannak, mint például az elképesztően gyors 1/32 000 záridő állításának lehetősége, és a 30 kép per másodperc sorozat felvétel, de ugyancsak videózásban is elképesztő specifikációkat hoz, mint például a 4K 60 FPS és a 4K 10 bit beállítások. A gyönyörű szép vászhoz egy baromi jó minőségű kit objektívet adnak, amivel a legtöbb témát meg lehet örökíteni. Többek között két SD kártya helye van, és nagyon szuper autofókusza, mind fotózásnál, mind videózásnál. Szóval igazából ezt a gépet tényleg bárkinek jó szívvel ajánlom, akár profi videózásra, profi fotózásra, hiszen ennyi pénzért nincs még egy ilyen jó gép szerintem most a piacon. Ha a Panasonic felé nézelődünk, akkor igazából két gép van, ami 500 ezer forint körüli, és szerintem érdekes lehet. Az egyik a G9-es, a másik pedig a GH5, ami nekem is van, és ezt a videót is ezzel veszem fel. Mindkét gép mikro 4/3-os szenzorú, 5 tengelyes képstabilizációval, ami egyébként szerintem a piacon talán a legjobb a Panasonicnál, ugye erről már beszéltem is talán korábbi videóknál, és egyébként 20 megapixel körüli felbontással bír ez a két gép. Elég hasonló tulajdonságaik vannak, azonban a G9 inkább a fotósoknak, a GH5 pedig inkább a videósoknak lett kitalálva. Ezt mutatja például az is, hogy a G9 20 képet tud egy másodperc alatt lőni, míg a GH5 csak 12 képet, illetve a G9-ben a leggyorsabb záridő ugyanúgy 1/32 000, míg a GH5-ben 1/16 000. Nyilván ez nem egy óriási különbség, de vannak olyan témák, amihez tényleg elengedhetetlen mondjuk egy 1/32 000 másodperces expozíció. A GH5-ben a 180 fps és a magasabb bitráta kiválasztásának lehetősége is arra utal, hogy inkább videós szemmel készítették. De összességében mindkét gépet tudom ajánlani, annak ellenére, hogy a mikro 4/3-os szenzornak azért vannak korlátai érzékenységben és ugye mélységélességben, de szerintem mindkét gép a maga kategóriájában az egyik legjobb választás. Még egy gépről szeretnék beszélni, ami nem más, mint az új Sony Alpha 6600-as.
Mivel egy nagyon friss gépről beszélünk, ezért számos olyan technológiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint például a Sony valós idejű szemkövetéses autofókusz, ami tényleg egyedülálló, a kivételes szenzorérzékenység, ugye ez a Sonicnál már láttuk korábban is, tehát a sötétben is minimális lesz a zajszint. Ugye egy 24 megapixeles stabilizált APS-C szenzorú gépről beszélünk, ami a Sony történetében elég ritka, hogy szenzor stabilizáció kerül a gépekbe. Videóban tudja a 4K felbontást, és Full HD-ban a 120 FPS-t, ami ugye szuperra lassított felvételekhez. Ugye a Sony 6000-es szériájának a korábbi verziói, azok borzalmas üzemidővel bírtak, akár 10-12 aksit el kellett használni egy nap alatt, mondjuk egy esküvő fotózásnál, viszont itt szerencsére most a 6600-asba egy új aksit raktak, ezzel jóval megnövelték az üzemidejét a 6600-as verziónak. Szóval ezt a gépet is bátran tudom ajánlani hibrid felhasználásra, különösen akkor, hogyha sokat fotózunk vagy videózunk sötétben, vagy nagyon jó autofókuszra van szükségünk. Na de ennyi lett volna a mai videó, nézzétek meg az előző videókat, amiben 100 ezer és 200 ezer forint a büdzsénk, ha pedig tetszett a videó és hasznosnak találtad, akkor mindenképp jelezd nekem ezt egy like formájában, iratkozz fel a csatornára, hogy le ne maradj a további tartalmakról, addig is nagyon vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! But it's absolutely